Tordai Zsófia pszichológus két nagy sikerű előadást tartott a Házasság Hete rendezvény sorozaton. Életünkben lényegi szerepet tölt be a szeretet megnyilvánulása, valamint adásának és elfogadásának módja. A mai műsorunkban az előadó a férfiakra való odafigyelésről, a férfiak szeretet nyelvéről beszél. Férfiakra való odafigyelés és a Férfiak szeretet nyelve című előadásomban nagyon nagy hangsúlyt fektettem a különbözőségekre, a különbségekre. Mitől férfi a férfi, miért gondolkodik másként a férfi, és mitől más a nő, vagy miért nem érti meg a nő a férfit. A nőknek és a férfiaknak az agyműködése nagyon különbözik egymástól, és ez a dolog évszázadok óta nagyon foglalkoztatta a kutatókat. Voltak olyan kutatók, akik nőgyűlölők voltak, és azt mondták, hogy a nők agya jóval kisebb a fejlett férfi agynál. Hát ez nagyon sokakat felbosszantott, és kutakodásra indított, és az derült ki, hogy végül is a nők agya egy kicsit nagyobb, a nők agyában némely területen több idegsejt zsúfolódik össze, mint a férfiak agyában. Próbálták bizonyítani azt is, hogy ez a sok különbözőség, különbség a két agy között nem is olyan nagy. Mondhatjuk akár azt is, hogy a banán és a kókuszdió annyira egyforma gyümölcs. Hát úgy viccesen úgy mondanám el, nagyon érdekes, és meg tudjuk tapasztalni ezt, hogyha valaki egy kókuszdióval üt meg, vagy dob meg, vagy pedig egy banánnal. El tudjuk képzelni, hogy mi a kettő között, vagy a két ütés között a különbség. A kutatók nagy hangsúlyt fektettek kísérletekre. Megállapították, hogy ha ki mondjuk azt a szót, hogy fészek, akkor a férfiaknak erről az jut eszébe, hogy ezt a fészket meg kell szerezni, és védeni kell. Mit gondolnak a nőnek, mi jut ebből eszébe? A fészket ki kell takarítani, és be kell rendezni. Egy másik szó, amiben különbségek mutatkoznak, a hús szónak a hallata. A férfi elindul vadászni. A nő pedig nekiáll főzni. És a harmadik, amit érdekesnek tartottam, a gyerek szó, mert amikor a férfi a gyerek szót hallja, küldi a feleségét, hogy nézze meg, sír-e a gyerek, mi baja van a gyereknek. A nő pedig megy, próbálja megérteni, pátyolgatni és ápolni. Nagyon sok elférfiasodott agyú nő, vagy elnőiesedett agyú férfi van, és ezeknek a kutatására is nagy hangsúlyt fektettek. Nagyon érdekes, hogy minden házasság előtt minden nő és minden férfi tudja és észleli a különbségeket, és mégiscsak akkor válik nagyon nehézzé elviselni ezeket, amikor megkötötték a házasságot, és együtt próbálnak élni. Azt mondta el egy férfi, aki panaszkodott a feleségére, hogy nagyon érdekes, amikor gyerekek voltak, mindketten kaptak egy babát, ugyanis ismerték egymást gyerekkorban. A férfit nagyon izgatta a baba hangja, a sírás hangja, megpróbálta szétszedni, szétszerelni a babát, és megnézni azt, hogy honnan jön ez a hang. A nő simogatta, fésülte, öltöztette a babát.
Ezt a babát, ezt az ajándékbabát a házasságba is bevitték. Amikor az első konfliktus megtörtént, és egymással megpróbáltak beszélgetni, a következőt mondta a férfi. Érdekes, hogy ezt a szerepet a nő átvitte, és továbbra folytatta a házasságban, azaz a babát, aki már a férfi volt, pátyolgatta, szerette, ölelte, mosott rá, haját fésülte, simogatta, ha kellett. De a férfinek nem adatott meg már az a lehetőség, hogy szétszedje a babát, és megnézze, hogy a sírás honnan jön, az érzelmek miért olyanok, amilyenek, és miért úgy nyilatkozik a felesége róla, ahogyan nyilatkozik. Próbálok vázolni egy pár nagyon fontos momentumot, vagy problémát abból, ami konfliktust tud okozni egy házasságban. Gyakori panaszok például, amikor a nők a férfiak fele fordulnak, az egyik az, hogy a férfiak nem rakják el a ruháikat. Hát alapból 90%-a a férfiaknak nem rakja el a ruháját. Nem teremt patyolattisztaságot maga körül, de attól szereti a feleségét. A második az, hogy nem beszélget otthon a feleséggel. Ezt is nagyobb pszichológusok megpróbálták megmagyarázni. A férfi úgy érzi, hogy az otthonon kívül nagyon sokat kell magyarázzon, bizonyítson, és rengeteget beszél. Ezért az otthon a férfi számára az a hely, ahol végre csendbe maradhat. A nőnek ez egy fordított eset. A nő hazaviszi a konfliktusokat is, ami esetleg a munkahelyén zavarta, a feldúlt lelki világát, érzelmeit, és a házasságban, vagy a férjével való kapcsolatban próbálja ezeket kiönteni, elmondani, megmagyarázni, vagy választ keresni rá. Ezért beszél a nő nagyon sokat otthon. A következő probléma. Sok nő mondja, hogy úgy tesz a férje, mintha nem is hallaná. Igen, a férfiaknak van egy szelektív hallása, de higgyük el, hogy tapasztalatomból mondom, a férfiak nagyon is hallják, rezonálnak, érzik, tudják, hogy miről beszélünk. Hogy nem annyira teljesen is, nem olyan összefüggően tudják esetleg visszaadni, de ha rákérdezünk, igen, tudják, hogy mi miről beszélünk. Következő panasz, hogy nem néz ránk a férfi beszéd közben. Erre muszáj egy kísérletet elmondjak. 2 és 3 éves kislányokkal és kisfiúkkal történt ez a kísérletezés. A 2 éves fiúk, vagy 3 éves fiúk, akik már kommunikáltak és beszéltek, tehát olyan gyerekekről beszélünk, akik tudtak beszélgetni, a társukkal az elzárt szobában egyszerű mondatokban kommunikáltak, és pedig azt mondták el, hogy szép az autó, édesanyám szeret, és nem néztek egymásra, de nekik ez elég volt. Ha a másik szobát nézzük, ahol a kislányok voltak egybegyűjtve, a szemkontaktust is próbálták kialakítani, összeszedték a székeket, hogy egymás elé üljenek, hogy láthassák egymást, egymás kezét is megfogták, és érzékeltették egymással, hogy jelen vannak, és hallgatják a társat. Amint halljuk, már 3 éves korban így viselkednek a nők, a lányok, így viselkednek a fiúk, a férfiak, később is miért lenne másként? Úgy látszik, így ez egy természetes dolog. Egy következő panasz, hogy félbeszakít, mondják a nők, félbeszakít beszéd közben. Bebizonyított tény, hogy a férfiak sokkal gyakrabban szakítják meg a beszélgetéseket, mint a nők.
Nagyon fontos visszajelzés a kérdőívezések során az, hogy mi nők ne beszéljünk többes számban. Ne mondjuk el, ha valamit tenni akarunk, vagy segítséget akarunk kérni a férjünktől, ne mondjuk azt, hogy menjünk takarítani. Tegyük tovább a tálat. Mert ez egy olyan fajta követelést mutat, ami bosszantó a férfi számára. Szintén egy ugyanilyen bosszantó dolog tud lenni az, hogy rejtett üzeneteket használunk, és erre egy érdekes párbeszédet fel kell olvassak. Nekem is nagyon érdekes volt, és ezért meg akarom osztani. A férfi kérdi, mi a baj? A nő válaszol, elfoglalod az egész ágyat. Bocsánat, mondja a férfi. A nő válaszol, mindig ezt csináltad. Mit? Kérdi a férfi. Uralkodsz felettem. A férfi erre. Na várjunk csak. Éppen aludtam. Hogy hibáztathatsz azért, amit éppen alvás közben teszek? Erre a nő. Na, és mi van azzal, amikor te, és folytatja a beszélgetést, vagy már a kialakuló konfliktusban a veszekedést. Egy következő probléma a nők számára az, hogy a férfi az ő igazát mindig próbálja elfogadtatni a körökben, a baráti körökben, akár otthon is. A vizsgálat eredményei egyértelműen mutatják azt, hogy a férfiak általában a nőknél szívesebben informálnak másokat. A nők pedig inkább tovább lendítik a beszélgetést, és meghallgatnak másokat. Nehogy azt higgyük, hogy csak ezek a különbségek vannak nők és férfiak között. Vannak pszichikus képességekbeli különbségek. Tudjuk, hogy a férfiak a vizuális tájékozódásban sokkal jobbak, a térlátásban jobbak, matematikai képességeik is jobbak, a zenei képességeik is jobbak. Éppen ezért, ha meglátunk egy karvezető nőt, akkor tudnunk kell, vagy tudjuk is talán, már olvastuk is valahol, hogy elférfiasodott, vagy férfias hajlamai vannak, vagy férfias agya van ennek a nőnek. Természetesen a nőknek a vizuális tájékozódása sokkal rosszabb, a térbeli tájékozódása is sokkal rosszabb. Ezért van az, hogy gyakran alakulnak ki viták vezetés közben, amikor a férjünk esetleg elmondja, hogy hát hogy létezik, már az 5. alkalommal mentünk el ezen a helyen, és még mindig nem ismered a házakat, még mindig nem tudod, hogy hol jártunk. Mégis az észlelési képesség gyorsasága sokkal jobb, és sokkal több mindenre tudunk odafigyelni. Ezért van az, hogy egy nő részletesebben figyel meg dolgokat, például másnak a lakásában, amire egy férfi esetleg, hogyha zavaró számára, vagy éppen konfliktust akar teremteni valami miatt, akkor azt mondja, hogy hát neked mindig ez volt a fontos, hogy megnézd, hogy kinek milyen van, holott egyszerűen csak látjuk. Mindennek ellenére nekünk, nőknek van egy olyan plusz, amivel a férfiakat el tudjuk rabolni, és a férfi szerelmi leigázása a mi kezünkben van. A kérdés az, hogy ezzel mi élni akarunk, mi ezt tudjuk, és hogy ebben a kapcsolatban, ismerve a különbségeinket és különbözőségeinket, akarunk-e egyé válni, mert a házasságban az egyé válás a legnagyobb cél. Hogy megértsük egymást, hogy odafigyeljünk a másikra,
hogy ne tiporjuk le a másik felet, és hogy kiegészítsük őt úgy szellemi, érzelmi, mint testi szükségleteikben. A szerep megosztás is nagyon fontos, éppen ezért erről is egy pár szót el kell mondanom. Ahhoz, hogy a férfi az ő szerepét abban a házasságban teljesíteni tudja, és pedig ez a védelem, a megértés, a lelki társ szerepe, ez az óriási nagy keret, amiben mi nők működni tudunk és élni tudunk, ahhoz nekünk nőknek öt nagyon fontos szerepet kell betölteni. És ez az öt szerep a társ szerepe, az anya szerepe, az otthon tartó, az otthon teremtő szerep, a szerető szerep, és ezeket, hogyha betöltjük, ezt a négyet, úgy válunk, úgy leszünk lelki társá. Nagyon fontos kérdéseket kell magunknak megfogalmaznunk, mi nők, hogy teljesítjük-e azokat ahhoz, ahogy ezek a szerepek érvényesüljenek, és beteljesüljenek. Ezeket úgy el is mondogatom. A társ szerepében az egyik legfontosabb, hogy megkérdezzük magunktól, az, hogy vonzóak vagyunk-e a társunknak. Hogy jól érzi-e magát a társunk a mi körünkben. Osztjuk-e a férjünknek a véleményét? Osztjuk-e az ő érdeklődését? Törődünk-e azzal, hogyha van egy érdeklődési köre, ne teljesen, de a napnak egy bizonyos szakában egy pár percet szánjunk arra, hogy vele együtt tudjunk örvendeni, mert ha mi megtesszük ezt nőként, akkor a férfi könnyebben tud ugyanígy viszonyulni hozzánk. A következő szerepkör az otthonteremtés szerepköre, amelyben fontos kérdés az, hogy az otthont, az otthonosságot, a szépet, azt csak a vendégek kedvéért teremtjük meg, vagy pedig a férjünkért is. Nagyon sok férfi mondja el panaszként, hogy a szép abrosz, az ünnepi abrosz, az csak akkor kerül elő, amikor vendégeink vannak. Miért nem tudunk megörvendeztetni egy férjet azzal, hogy ünnepi asztalt terítünk akkor is, amikor nincs vendégünk? Az anya szerep. Ebben az első legnagyobb kérdés, hogy ki áll az életünk középpontjában? A gyermekünk, vagy pedig a társunk? És hogyha fegyelmezésre kerül sor, akkor támogatjuk-e a férjünket a fegyelmezésben, vagy pedig mindig beleszólunk, mert az anya jobban tudja esetleg fegyelmezni a gyerekét. A szerető szerep. Teszünk-e valamit azért, hogy a férjünk vonzónak találjon? Vagy bennünk él esetleg az, hogy hát feleségül vett, akkor ha jó voltam, most is jó kell legyek, és nincs semmi igyekezetünk arra, hogy vonzóbbá váljunk, és felfigyeljen ránk. Hogyha ezeket teljesítettük, akkor lelkitársak is tudunk lenni. És ebben az első kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy a férjünk lelkitárs legyen, támogatjuk-e ebben. Már eljutottunk a szeretett nyelvekhez is. Ezeken keresztül, ha mi így tudunk odafigyelni a férfiakra, a szeretett párunkra, akkor fel tudjuk fedezni az ő szeretett nyelvét is. Mert tudjuk, hogy hogyan működik, tudjuk azt is, hogy mit hozott otthonról. Mi az, amivel rendelkezik, mi az, amit esetleg elvár. Ha mi nem tudjuk teljesíteni azt a szerepet, amit a férfi édesanyja teljesített, és ő ezzel jött a házasságban, ezt nekünk alapból az elején meg kell beszélni. És könnyebb akkor így a férfinek is, ha tudja, hogy mit várhat el a feleségétől.
Az öt szeretett nyelv a testi érintés, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás és a szívességek. Fontos a testi érintés, fontos az, hogy egymást megsimogassuk. Fontos az, hogy érezze a társ azt a testi közeledést is, mert felszabadul az ölelés által bennünk az az örömhormon, ami egy egész napra erőt tud adni a tevékenységeinkben. Fontos az elismerő szó. Ne fájjon kimondani azt, hogy nagyon jól csináltad, köszönöm, és a legjobb voltál ma, vagy csodálatos voltál ebben a tevékenységben. Ne fájjunk megköszönni. Tudjunk ajándékozni. A régi öregek nagyon sokat mondják azt, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt fiatalon is meg tudjuk tapasztalni. Csodálatos dolog ajándékozni. Az ajándékozás öröme is óriási tud lenni. Az apró szívességek, megpucolni a cipőjét, lekefélni a kabátját, eligazítani az ingenyakát, vagy bármi más, amitől tudjuk, hogy örömöt tudunk szerezni. És ne úgy tegyük, hogy ezt majd visszavárjuk. Mert előbb-utóbb mindenkiben elindul az az érzés, hogy valamilyen formában vissza akarom ezt adni. És ami a legfontosabb, a minőségi idő. Legyen az az idő, az az eltöltött 10 perc egy egész nap alatt, amikor egymás szemébe lehet nézni, amikor érzékelni lehet a másikat, amikor igazán tudom, hogy mit akar közölni. Ez az igazi minőségi idő. Nem az, amikor 2 órát beszélgetünk, hosszan, de elbeszélünk egymás mellett. Hát a férfiak szeretett nyelve ugyanaz, mint a nőké. A kérdés az, hogy kinek mire van szüksége, és ha mi odafigyeltünk arra, ami a hasonlóság és ami a különbség köztünk, akkor könnyen fel tudjuk fedezni azt is, hogy mi az, amire vágyik az a társ, aki mellettünk él. Köszönöm szépen!